Hatodik állomás. Jézus növekedett. Imádunk téged, Jézus, és áldunk téged, mert értünk gyermekké lettél. Elmélkedés. A gyermeki lelkület egyik szép vonása, hogy mindig kész új csúcsokra törni. Kíváncsi, hódító lelkület. Nem elég az, ami van, és az, ahogyan van, mert a gyermek számára mindig van tovább. A gyermek folyamatosan felülmúlja önmagát, bebarangolja az ismeretlen tájakat. Felfedezi, becserkészi az ismeretlen. Kíváncsi, éhes az új dolgokra. Nem áll meg. Mennyei atyánk a teremtés hajnalán, még a bűnbeesés előtt adott egy parancsot. Szaporodjatok, sokasodjatok, és hajtsátok uralmatok alá a világot. Isten lehetetlen feladat elé nem állítja az ő gyermekeit. Hegyeket mozgató erőt adott ő nekünk. Merjük bizalommal kitárni szárnyainkat, és vessük bele magunkat a holnapba. Higgyük gyermeki szívvel, hogy minden kihúzott fiókban csodák várnak ránk. Könyörögjünk. Add meg, Urunk, a gyermeki lelkületet. Együtt a gyermekek világot bebarangoló, fáradhatatlan kíváncsiság az első osztályban indul a gyerekek hitét, amely tanítójukban bízva elindulnak a betűvetés nehéz, fárasztó ösvény, és nap mint nap kapaszkodnak a megismerés csúcsai felé. Segíts, hogy mennyei atyánk kezét fogva, készek legyünk Teremtő Istenünk akarata szerint növekedni, kibontakozni, felkészülni a ránk való feladatokra. Mi atyánk, ki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön meg a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket. Add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyermeki való Krisztusunk, add meg a gyermeki lelkületet nekünk.